utána ezt leteszem, te még eladod a... mi a fenét? Azt? Addig én... Igen, a papírt eladod. Addig én eladom a cocákat. Addig megyek cocázok egyet. Azon gondolkodom, hogy azt már rögtön az újja kellene. Mert egy kör coca az meghozza az árát, nem? Minek? Az állatszállító. Az állatszállítót. Mennyi ennek a bérleti díja? $3,570, simán kibérelem. Amúgy azt nem is fontos folyamatosan megvenni, csak egyszer-egyszer kibérelni, amikor kell és kész, nem? Igen. De az ilyen állatszállítót bőven elég kibérelni. Figyelem, lagulás várható, most! Azt is el kéne onnan tüntetni. 59-esen mi van vetve? Valami kalászos, mert vagy a térkép hibás, mert... Nem töltött be teljesen a térképed. Ha nem voltál arra, nem biztos, hogy betölt a térképed rendesen. Ja, az lehet. Elfonyodként jelöli nálam. Mit? Az 59-est. Ne bolondíts meg. No, lehet azért hibás, mert nem voltam arra. Melyik, 59? Igen. Ez az 59-es. Nem, nem elfonyad, sötét zöld. Akkor nálam még nem töltötte be. Nálad még nem töltött be. A sötét zöld. Hallod, a szívbajt hoztad rám. Azt se tudom, hogy hol a kamion. Úgy kiugrottam belőle. Melyek eladom a cocákat. Hoppá, itt csak. Ezek kicsik. Most néztem, hogy hova kell vinni a kópapát. Ó, csessze meg, nem már. Még nincs reggel 8 óra, nem töltötték be a 24 hónapot. De, betöltötte. Jó, itt megvan. Jó. Oké. Gyuri bácsi, visszem az átértő kocsit. Jó. Jövő hónapban két olból is el tudunk adni disznót. Szia, Levi! Na, hello, hello!
bassza meg. Ugyanaz a szindrómája van ennek a pótkocsinak is, ezzel az emelne, mint az összes többinek. Mármint? Alátörik. És dob egy akkorát. Manna van a gond. Jó, csak ez a legstabilabb man ezen kívül. Tehát ennek az egyetlen egy hibája van, ez. De az is azért, mert rajta van a sárvédő. Ahogy látom, nem csak nekem van az, hogy a traki... semmi köze nincs hozzá. Szia, Bloody. Nálunk nem a sok traktor okozza ezt az állapotot. Nálunk a rengeteg paletta. Tehát több száz palettát mozgatunk egyszerre. Kartonpelatt itt nem elfogadott. Te mit vettél ki, Doki? Ugye, remélem nem rosszat vettél ki. De, már te vissza. Egy karitkában. De happy vagyok. Tehát a kétszer kattintottam rá. Azt most már hozd fel a paletta tárolóba. Szerintem nem tudod visszarakni. Szóval Laca, nem teszek helyette újat, szaporodnak majd. Majd a szaporodás a természet megoldja ezen gondot. Az a baj, nincs, ezen nincs másik gumi. Ha jól tudom. Ez a bicskázást amúgy az MN-nél a következő dolog okozza. Ezt úgy hívják, hogy ez a sárvédő. Mert amint látjátok, látod itt ezt a kialakítást? Itt. Ez képes ide beleakadni, és úgy kezeli, mint hogy át kellene dobni rajta. Redneck 0507, köszönöm szépen a követést, ütköztünk, érezi a magad, kellemes vasárnap estét kívánok neked. Csövi. Szóval erre nem lehet másik gumit tenni, ha jól tudom. Annyi, hogy esetleg a profilon lehet változtatni, hogyha más... ha más van. Ja. Perec csalit előttem. Lagolsz? Igen. Látszik. Most én is elkezdtem megint lagolni. Már most adom el a disznókat. 36 000.
Még hagyján. Mennyit adtam el? 45, 45, 45. Ugye ez 90, 135. Abban 4-szer, 4,5-szer van benne. Az 120, 144 ezer. Adja a fele. Hát két évente 150 ezer a disznókból azért. Nem rossz. Hát de nem is a masszív történet. De hogyha azt vesszük figyelembe, hogy mellette mennyi műtrágyát tudunk miattuk gyártani, az úgy már nem rossz. Meg szerintem meg fogja előbb-utóbb csinálni a vágóhidat is. Azt mondod? Mhm. Uh-huh. Az komoly lenne egy vágóhíd. 19-ben sok mappom volt, hogy vágóhíd volt. Aha. Birkát, a marhát. Disznót. És a disznót lehetett bevinni. Aha. Hát jó, de az marhához nekünk ugye húsmarhát kellene tartani, de azt nem tartunk. Hát ezt is eladhatod. Ebből is. Még? Tartsunk azt is, vagy mi? Hát lehet, ha fogunk. Majd akkor, persze. Ja, hogy az egyik tehenészetbe húsmarha, a másik tehenészetbe meg tej. Ha megéri, akkor csináljuk. Hát mivel nem csináltuk még, ezért nem tudjuk, hogy megéri. Tehát bele kellene vágni. Most nem bukunk semmit, meg konkrétan lesz egy tehenészeted, és maximum kettő tejelős lesz. Tehát ha nem jön be a hús. Tehát nem tudsz vele bukni. Mert eladod a marhát, ami benne van. És kész. Na. Viszont... Viszont én most leteszem akkor ehhez a épülethez a marhát. Nézelődök vagy tanulok a profiktól? Hát... Hozzá már opti egy profit. Hozzá már egy Leont nekünk. Állatok. Így beszéltük, igaz? Nagyjából. Ott elfér mellette. Perec, rá tudsz nézni a... Vagy rá tudtok nézni a streamre? Hát annyi, hogy körbe lehessen járni, ugye? Arra mindenképp figyelni kell. A főépületet. Hát és itt talán még jobbra is mehet. Meg mögötte is talán jó lenne, ha egy kis utat, hogy elhessen mennem. Mögötte nem kell. Mellette mennyi hely van a tároló és e között? Hát azt így nem tudom neked megmondani, mert... Tehát... Egyjából annyi. Mert az úgy jó. Hogy legyen hely beönteni oda a dolgokat. Ja, marad így akkor. Jobb oldalt kell a hely a robotnak. Ezen csak el tud férni a robot. Itt ez bőven hely. Na mindegy. Egy életem, egy halálom. Plusz még a mentésem ott van. Tedd le. Így tud közlekedni a robot. Ez itt nagyon jó.
Na, viszont... Ah, és itt a színe a tárolója. Vagy szalma. Ide jön be. Jó. Kell ide nekem. Felviszem oda a tuckerájt. Elők szépen megtömöm dolgokkal, kajával, ásványi takarmánnyal, minden, és úgy viszem át a szarvas marhákat. Nem tudom, magóval ki lehet szedni az épületből a benne levő csillás szénát? Nem. Kanállal se? Nem. Próbáltam a kanalat. Ez csak grafikai elem. Igen. Akkor rögnék, hogy vannak még, nem? Maradna. Nem fogod maradni. Mi van vele? Maximum a tali bálákat lehet kiszedni belőle, amik benne vannak. Már azon túl vagyunk. Már igen? Nem tudom, nem volt az elmúlt egy órában, vagy... Aha. Azt már múltkor ki lett szedve. Azt már múltkor kiszedtem. Jó, egy pár napja én nem voltam ma. Aktuális árfolyamon beszámolja. Igen? Eladáskor? Igen. Az nem baj. Akkor... Peveg a kló papír. Micsoda? Peveg a kló papír. Végre megtaláltad. Nem, kétszer kattintottam a kirakásnál. Ah, nem baj. És átugrott a izé. Ennyi lett. Aha. Hát, mennyi volt? Nem volt egy kocsi. 39, hol lett az 50-ban? Igen, az új kevés. Na se baj. Jaj, megyek, Perec, maradj! Elindítottam a segédet. Én? De így se! Pillanat a kérdés és hozom a kamiont, aztán beállok tölteni. Vártok, én most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ide jobban járok, hogyha ömlesszel visszam a bálákat, nem? Maradt még bent kamion? Jó, maradt. Várjál, mert közel jöttem hozzá. Közben mehetek? Ezt leteszem ide. Mehetsz, persze. Innen te bálát fogsz kapni egyáltalán? Abba kéred ki, amibe akarod elvileg. Nem, Perec? De ne bálába kérd ki. Nem, ömlesztem. Pontosan hordjad inkább. Mert azt mondod, hogy ezzel nem fogom tudni beborítani? De. Nem, azért valami nagyobbikat akartam kivinni a placra. A srácokhoz. Egyiket ki is hoztuk. Egy nagy kint van. Egy bőven elég nekünk. Hogy a befolyásolja a koruk, a serdülőkorig igen. Serdülőkor felett már tök mindegy.
Tehát mindennek a serdülőkorig befolyásolja, afelett nem. Ha jól tudom. Disznóknál az biztos, hogy így van. Hogy kevesebb iszapot, kevesebb szalmát, meg hófszalmát, ganit. Jó, az a szilázs. Jó, egy adag, megvan. Jó. Rendben. Jöjjön a szilázs. Ez is megvan. Jó. Vizet nem tudom, hogy kell, de kell hozzáhozni vizet is, nem? Igen. Jó, ezt nem fogom kockáztatni, de hozok mi a fenével, kocsival. Szerintem felesleges lesz, Dama. Nem, a birkánál se vitt át. Nem vitte át? Nem. Tehát is se jelent mondani, elvileg át kell, nem? Nem az volt, hogy nem volt meg az óraváltás? Hogy megváltáltuk az óraváltást? Minden meg volt, Doki. Szerintem ezt elhibázta a srác. 46-oson káposzta van. Igen, és? Hát csak mondom, hogy ha betakarításra bedobja majd esetleg. Jó, ez is megvan. Akkor kell hozzá szalma. Mert most csak egy alapot viszek át, hogy át tudjam hozni az állatokat. Még van. Addig. Jó. És kell ásvány itt a kormány. Bocsi. Nem lesznek jó kezek. Lassan kell termeljünk ásvány itt a kormányt, annyi kell. Nem lesznek jó kezek a kamionok itt. Mert? Hát már itt van olyan sok? Segédnek útba vannak. Jó. Egy adagot bevásároltam. Szia Faterku, egy jó éjszakát, jó pihenést. Jó itt. Ásvány itt a kormány, mire kell? A sertét és a teljes takarmány keverékbe. Ja, nyalósó a marháknak. Hát olyasmi. A teljes takarmány keverék, a TTK-nak az alapanyaga. Ugye a marháknál úgy jön ki, hogy széna, szalma, szilázs és ásványi.
Ezt most leakasztjuk. Amit itt nekem fel kell vennem, az elvileg túlméretes eurós raklap. Nem úgy volt, hogy én ezt leakasztottam? Na mindegy. Na már. A nyavaját el kell majd onnan vinni. $24,000 liter. Hát 100.000 liter ásványit a kormány kell, úgyhogy ja, ezt majd tényleg gyártanunk kell. Azt gyártja a laboratóriumi mézébe a cukorépat telepen, nem? Uh-huh. Na viszont az a kérdés, hogy azt ide hova kell letenni? Az ásványit. Van egy olyan rácsos rész arra rá. Elég a rács elveszik. Hát igen, már. Csinálja. Elvileg, hogyha többit idehozom, ide is beleboríthatom a szénet, szalmát, meg ilyesmit, nem? Vagy hogy van ez? Hát nem tudom. Én mindenikhez odaálltam, ahol van a megfelelő tárolós, ott adtam át. És a szalmát meg benne, ami a trágyába fog menni. Azt bevitted belőle csak, az kész? Igen. Persze, belül. Annyi, hogy benn kiöntöttem, tehát nem kell befúgatni, hanem simán kiöntöttem. Majd még akkor vizet kell hoznom ide, igaz? Ujjaj, erre kíváncsi leszek. Hát majd kiderül, hogy mennyire fér el bent. Majd kiderül. A régi pirossal vittem. Nem szabad fölemelni. Tehát úgy üríteni, úgy kell üríteni, hogy kitolja. Az olyan, hogy egyszer beállítod, kiürítesz, következőnek újra be kell állítani. Amikor benn voltam, akkor pont elfelejtettem újra állítani. Úgyhogy ott a dölingélcs, ugrács, mi egymás, de végén csak helyreállt. Ez a betakarításból származó bevétel. Sok az a pótkocsi oda be. Az 5000 liter, amit beöntöttem az alsó leadóba. Rossz helyre adtad le. Igen. Nem néztem, hogy hova kell jönni, csak néztem, hogy tadam. Na jó, 5000-re kevesebb lesz. Jó, oké. Mi? Jó ez a pótkocsi, de nem tudom, mi bajotok. Tökéletesen jó.
simán befér, simán ki lehet borítani. Jó, iszap vizet. Tető is szereti. Miért? Nem lett annyira hullámos, na. jó. Akkor hozzuk a vizet. És a vizet még részénél kell odaadni. Egy ilyen... valami oszlop. Ja, ugyanaz a... van egy jel. Ugyanaz a kék, vagy műanyag tartály, mint ami a... Ja, tényleg az, ott van hátul, tényleg. Bárányoknál volt, igen. De hogy fér annyi... Ez kívül van. Tehát nem fedés alatt. Megtaláltad? Nem, még most vagyok vízzel, de tudom, hogy még lesz az, így most már. A kék tartály, azaz. Amivel a bárányoknál is szívtam, hogy mire megtaláltam a csapot. Az ott benn van, de ez kívül van. Tehát ahol veszed át a régibe a iszapot, valahol ott van egy ilyen kék tartály. Igen. Ja, nem is ide kell jönni. Hanem ide kell jönni. Víz. Hadd jöjjön a víz! Viszont, hogyha ennyi vizet kell majd mozgatnunk, az komoly lesz. Szerintem ebbe is beleműködik majd az elosztás. Hát remélem. Egyszerűen nézzük meg, volt egy alvásunk. Doki, hidd el, nem. Sanyi is kipróbálta, írta, hogy nem megy át. Tehát ő is ugyanezt használja. Tehát ezeket mi már kipróbáltuk. Ugyanez volt a szerencsétlenkedés a birkáknál is. Tehát nem megy. Sanyi is írta, hogy nem megy át. Tehát egyszerűen az kimaradt. Valószínűleg majd lefrissíti. Hála Istennek, legalább a csirkének nem kell vizet vinni. Az lenne még a kemény, a csirkének is vizet vinni. Két százalék van átszállítva. Harmincháromszer. Jaj. Igen, ez a sose állok meg. Tanker. Ugye, Doki megmutatta, ezzel így kell megállni. Nem? Keresni kell egy épületet, ami megfog. Ó, ez már jobban adja. Ez már jobban engedi. Jó, itt van a víz is. Mi kell még nekik? Ja, elvileg az élelmet majd akkor fogja bekeverni nekik, ha eltelik egy óra, nem? Igen, minden órába járnak a... Akkor még ebbe az órában nem lenne szabad. Szabad át. Nincs nálat, addig el se indul. Igen. Nem te mondtad a múltkor azért a birkáknál, és hogy ott is ott volt, hogy nem volt neki kajájuk, mert te mondtad, hogy nem indul el addig, amíg nincs benne nálat. Nem tudom, hogy miről van szó. Majd 8-kor, ha lesz tehén.
kell az állat, jó? Hát figyeljetek, ehhez a... ezeknek a tartásához kell egy flotta rendesen. Egyszer kell föltölteni, utána csak utána töltés van. Hát jó, én azt értem, Gyuri bácsi. Én azt értem. Hozom a szarvas marhákat. Annyi, hogy majd a tovább töltés csak a kis pótkocsival fogom. Jaj. Mert ezzel bohóckodás. Az egész. Ja. Ja, nem. Nekem a kamion kell. Már így, így lassan a 13. óránál már azért én is nehezebben gondolkodom. Figyeljetek, már így akkor a beszóróra nem is lesz szükségünk. Nem. Akkor az is mehet majd eladásra. Mhm, igen, igen. Szegény. Megszolgálta az árát. Hoppá. Kinőtt a kerítés elém. Na. Kedves tehénkék, búcsúzzatok el. A régi otthonatoktól. Költözés van, az újba. Rip, rip válaszol, majd eltemetjük. De ahogy is, hát ősi viking szokás szerint fel kell gyújtani. Az az Ikaruszban volt. Ősi viking szokás szerint mindig felgyulladtunk. Ez oda volt jellemző. Hoppá. Az állati ösztön helyet meg kell keresni. Állat. Micsoda? Ja, hogy ezt még le lehet ültetni is. Ezt sasoljátok, gyerekek.
Figyelj. Figyelj, mit tud a pótkocsi. Hm? Légrugó. Légrugó. Komoly. Tudjátok, hogy mi a mókás az egészbe? Hogy ha én ezt a két épületet eladom, még egyet le tudnánk tenni. De nem hiszem, hogy kell annyi. Majd ha úgy érezzük, hogy nem elég ez az ezer, utána még léphetünk. Végül is azért tudod, 180-ról 1000-re ugrunk. Biztos, hogy nem lesz elég. Nem, nem lesz elég az a növekvés. 16 darabot marad bennem. Figyeljetek, ezek jó húsba lévő marhák. Meg kapásból megült a gép. Ugye, hogy le lehet ültetni. Na, finoman kell kanyarodni. Ez van rajtuk súly bőven. De egy a lényeg, amúgy jó a matekunk. Minden hónapban ki tudunk jönni. És azért most is egy 750 ezres beruházást hajtunk végre. Vagy hajtottunk végre. Ami azért... Ez 1 millió. Csoda? Így is meg lesz még az 1 millió, ha adod a 2 hétletet. Hát szerintem annyi nem lesz belőle. Jó, hogy összesen 1 millió. Hát lehet. Kettővel együtt. Lehet, nem tudom. Ami 722. Nek a felét éri körülbelül. Van az. Igen, igen, az 722-nek a fele. 350. 366. 62%-ban van átvívva a 16-os mező. Látszik, beleakadok most már mindenbe. Beleakadok most már mindenbe, akárhogy is vesszük. Tényleg, oda le kell tenni egy trágyadombot is, nem? Igen. Már nincs, annak nincs beépített trágyatárolója. Illetve van, csak az értéke zero. Annak is. Mindenféleképpen kell a trágya, mert az nekünk szükséges. Le is teszek oda egy trágyadombot. Csak kérdés, hogy azt is hova?
Úgy kellene letenni, hogy majd a másik is odaférjen hozzá. Csak ugye az épületet én betettem teljesen a falhoz, úgyhogy az ott körbe nem járható. Azt is... Még ne járható legyen? Micsoda? Ja, hogy meg lehessen közelíteni a... Persze, a trágyadombot. Mert az, hogy most mindegyikhez tegyünk le trágyadombot, ahhoz az nem jó, mert kettőz. Tudod, ha esetleg lesz még egy másik ilyen épületünk. Rakd le a bal oldalához úgy, hogy az átvevő része az kifelé lógjon. Simán elmész mellette, főveszed, mész tovább, megfordulsz. Jó, csak abba is gondolkodni kell, hogyha esetleg lesz még egy ilyen épületünk. Érted? Oké, akkor majd gondolkozunk rajta. Shift P. Sílók. Rágyadomb. És egy másik épülettel. Ide lerakom, jó, nem? Így akár. Az a baj kívülről, vagy a kívüllel, hogy ha ide rakom, akkor a másik épületet, ha esetleg letesszük, akkor az nem fog vele találkozni. Ha tedd belülre. Jó, de hogyha belülre teszem, akkor meg mindenféleképpen így háttal kell tenni. A... Mellé lehessen állni. Jó, de a másik az tényleg csak akkor lesz letéve, ha akarsz musmarhával foglalkozni, nem? Hát ott majd... azért vigyázzál, mert a tejet ott kell átvegyed. Itt, ezen a részen? Hát szerintem ott vettek mögött, át. Ott mögötted. Hát amúgy szívem szerint az a helyzet, hogy én ide tenném. Ide. Tedd oda befordítva, hogy is hívják mellé. Az iszap tároló mellé. Oda befér. Tehát én ide tenném le. Egy ilyen szabad módban. Nem. 25 ezer az nem egy vészes összeg, hogy ne lehessen tenni a másik. De ne így rakjad, hanem úgy, hogy kifelé álljon. Ugyanarra, ahogy az iszap tartályé is. Tehát 90 fokba fordítsd el. Esztétikusan hülyén néz ki úgy. Jó lesz így. Akkor? Tehát inkább nézzen ki esztétikusan jól, mint hogy fő tudjuk ezután bármikor is venni a trágyát? Föl tudod venni, mert nem kell... Csak be kell tolatni. De nem kell betolatni se. Nem kell betolatni. Tehát elég, hogy odaáll mellé, tehát fel tudja venni. Akár így is. Kint van, és csak kint van a vevőhely. Tehát így. Ide le van téve, akkor ott fel lehet venni. Én a két részek, hogy összeakadt. Csak az a baj ezzel, hogy akkor meg ennek a mozgását zavarja. Tehát ezt meg így ide be kellene tenni, az úgy nem jó. A fenének nem rajzolt. Nehogy a robotét is. Na, azért mondom, meg a fenének nem tett bele egy ilyet. Shit. Mindegy, leteszem ide erre az alsó részre. Ide. Én betenném a marhák közé. Benne a kerítésen belülre. Nem, oda nem teszem be. Nézzük csak, ugyanígy vagyunk. Oda beférünk. Így. Így jó lesz, mert oda beférünk, és még hogyha kell, akkor ide lefér egy másik épület is.
gond nélkül. Nézzétek. Így. Ennyi. Másképp nem tudom letenni. Mindegy. Az majd máskor legyen probléma, nem? Persze. Amúgy, ha már tett egy ilyen külső észaptárolót, igazán belemodolhatott volna egy trágyát is, nem? Na, én megyek további jó játékot, jó éjszakát. Szia, Dof, jó éjszakát. Ali, Ali. Ali, jó ét. Anyad, ha nem áll meg. Hát nézd meg, ott megszökik. Szia, Opti. Jó éjszakát, jó pihenést. Sziasztok. Ja, beütél. Rohanok én is. Nem tudom, van még benne? Nincs, nem láttam, üres volt. Üres, jó van. Már nem kell sok. Hagyj a dűrés ki. Jössz igazgatni a szalmát? Arra oda bevittem egy 32-est, annyi marad belőle, perec. Komoly, nem? És snoka szórnak. Ja, jó. Ugyanis ami ott volt a marháknál, az nem csak a marháké volt. Ja, ezt nem tudtam. Na jó. Akkor innen be is költözhetünk. Jaj, hello. A... basszus kulcs. Ez mi volt? Hallod, egyenes talajon eldobta a gépet. Pályahiba. 76-os. Egyenes talajon eldobta a gépet. Na. Szia Tamás, hello. Ha. Lesz-e neked terepgumi, mi? Majd sokat segít. Szia Tamás, hello. Szép estét. Hát annyi, hogy újban már ne kezdjetek bele, én áthozom a maradék marhát, és nagyjából ennyi, mert így is már 13. órája vagyunk. Nekem sem is holnap. Szép akunk 76-os az asztal. Jó. Semmi Tamás, de nem kell kiabálni velem, köszi. Halljuk szavad, normál hangnemben is. Beragadt a káplax. Minden rendben. Nincs, de nem fog most ezért kamiont venni. Tehát nem ez volt az első. Elsődleges, hogy... Nem ez... Amúgy majd szeretnék majd másikat, de... De erre nincs másik gumi. Az MR-re nincs nagyon másik gumi. Tehát van... Van BKT, Continental, ezek vannak.
Jaj. Majdnem vásároltam egyet. Jó. Bocsi, csak már fáradt vagyok. Aztán ilyenkor már morcos vagyok. Látom, semmi gond. Figyeljetek, hogy ugrál. Hát itt nem valami jó a sebesség. Ja, állj meg, állj meg, állj meg. Ja. Hú. Hölgyeim és uraim, jelentem. Épségben, egészségben átszállításra kerültek a morhácskák. Csak szerencsétlenek nem tudnak tejelni majd. Már? Ha olyan sokat kaptak ott a fuvarba. Dehogy is nem, pont ettől jött meg a kedvük a tejelésre. Mert megtudták, hogy milyen, hogyha vágóhídra vinném őket. És... megtudták, hogy milyen a vágóhídra való. Van... szőlészet mikor indul? Akkor, amikor a fegyvergyártás bekerül a játékba. Mindjárt megnézem. Semmi, igazából. Mondasz egy számot? 81. Most? 91. Befejeződött. Úgyhogy azt az 5000-et eladtam. 5600-az amennyit, úgy maradt még 8000-ben. Mennyi? Ebbe a kocsiba is van még. Igen, azzal együtt, mondom, maradt 5667, ott meg 2100 valamennyi. 2782. Na, akkor azt be kell vinni a saját tárolóba. Azt hiszem én, azt hagyjad vidat kombánynakat. Kombányt rendezem. Egyik kint van, el akartam indítani AI-ba hát a filmet, de nem akar az Isten és a filmet. Jó. Gyerekek, 297.993, megélt ez az épület 55 hónapot. Szevasz épület. Tehát ennyi ideje már biztos játszom. Nem jó, ki kell szedni belőle a tejet. Jaj, ne vidd el még a kamiont. Meg az iszapot. Gyerekek, majdnem eladtam az épületet tejjel, iszappal, mindennel együtt. Majd azt ki kell venni belőle. Persze, itt is ebben a kombányban is van még. Ebből is ki kell szedni. 80 liter. Jó, mindegy. Mára már ennyi, jó? Ott, ahol vagytok, vagy amilyen munkátok van, az fejezzétek be, mert ez most már majdnem eladt. Hallod, mert majdnem eladtam az épületet amúgy úgy, hogy a tejet nem szedtem ki belőle, meg ilyeneket. Tehát már kezdek hibát követni. Amúgy nem, mintha nem követnék el hibát, de most már nagyon-nagyon veszélyes. Ez az egész. Mm. Jó? Nos. Hölgyeim és uraim, kicsik és nagyok, rutinok és rutinosak és rutintalanok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek mára is a megtisztelő figyelmet. Egy újabb 13 órás farming streamen vagyunk túl. Nem ez volt az első, nem is ez volt az utolsó. Volt már egy tomboló, nyertesnek gratulálok. Amint láthatjátok, szépen fejlődik a farm, de Pifesz itt szokott lenni, és egy ilyen repülést szokott kérni. Most gyorsan megmutatom, hogy hogyan változtunk. Fly mode, igen.
Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Na figyeljetek. Ugye ez volt a régi telephelyünk. Innen költöztetjük el a szarvasmarha telepet. Elköltöztettük már innen a csirkehollat. Elköltöztettük már innen a birkákat. Ez egy része átköltözött ide. Itt lesz a szarvasmarha telep. Ide még jöhet még egy szarvasmarha, és hogyha lesz sertés, akkor azt pedig erre a részre fogjuk majd átköltöztetni. Itt lesznek majd a szarósok. Nem tudom másképp mondani, ami ugye trágyát termel. A birkák, pontosabban most már csak egy birkafarm, mert 500 férőhelyes lett a birkafarm, az átköltözött erre a részre, illetve ide mellé költözött a csirke. Ezt, amint látjátok, innentől kezdve már elindult az, hogy kerítéssel vagyunk védve, meg egy kicsit festve van a dolog, mikor, minek, hogy, de majd ezen is szépen elkezdünk változtatni. Úgyhogy nagyjából ezzel bővült ki az eddigi dolgokhoz képest a farmunk, a többinek nagy jelentősége nincs, ma már vágtunk, daráltunk le az amerikai szélből, remélhetőleg nem sokára a fenyőből is tudunk majd vágni, bár arra még szerintem egy pár napot aludnunk kell majd. Úgyhogy ebben a hónapban, ebben a július hónapban nagyon keményen fogunk betakarítani, mert szinte az összes területünk, már is mutatom, az összes területünk betakarításra kész állapotba tud kerülni. 23-as betakarítás, 21-es betakarítás, 65-ös betakarítás, 64-es betakarítás, 62-es betakarítás. Jövő hónapban, hogyha megnézitek, 22, 19, 59, 7-es, 11, 12. Utána jön majd még a 8-as, 1, 2, 3. Az még egy kicsivel később, de ebben a hónapban, jövő hónapban nagyon-nagyon sok betakarításos munkánk lesz. Utána jönnek a talajmunkák, lehet újra belerakni a növényeket. 16-os fogad, de... 16-ost elfogadom, rendben. Jó, én meg közben akkor kiléptem. Úgyhogy, én is. Úgyhogy örültem, köszöntöm szépen mindenkinek. Holnap találkozunk 6 órától. Sziasztok! Sziasztok!